Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két gólos győzelemmel kezdte a szezont a kisvárdai női kézilabda csapat. Megnyerte a Gyuras és István emléktornát a Hübner Nyíregyháza BS. 230 birkózó lépett Szőnyegre a balkányi nemzetközi versenyen. A szerb Zitko Basket Belgrád nyerte az ötvös kupa kosártornát. Kovács Tibor irányításával készül a bajnokságra a Sunshine Nyíkse. Négy korosztálynak rendezett felkészülési tornát az NKS. Két gólos győzelemmel kezdte a szezont a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NBA nyitófordulójában 25-23-ra verte a Szombathely csapatát. Nagyon izgalmas, végletekig kiélezett mérkőzés volt. Annak örülök, hogy ilyen mérkőzésre tudtok újoncként késztetni a kisvárdát. Annak kevésbé örülök, hogy meghatározó időben nagyon fontos zicsereket, illetve 7 métereseket rontottunk. Azokban a befejezésekben, hogy kicsit koncentráltabbak lettünk volna, akkor komoly esélyünk lett volna a pontszerzés, az a pontok megszerzéséhez. Ez bántó dolog, de talán annál örömtelébb, mintha ki sem alakítottuk volna a helyzeteinket. Dolgozunk tovább, én büszke vagyok ezzel itt a csapatra, hogyan küzdött, amilyen mentalitással kézilabdázott. Dolgozunk tovább, és készülünk a következő ellenfélre. Azt gondolom, egy olyan mérkőzés volt teljes mértékben, amire számítottam, és számítottunk. Egy robotolós, gyakorlatilag vértizadós mérkőzés. Mindkét csapatnak mondhatom talán a kolléga nevében is, hogy rövid a kispadja. Legalábbis a miénkről biztos vagyok benne. Ugye a belső pozícióban irányító, lövő irányító pozícióban egy cserével tudtunk játszani, és ez nagyon megpicsételte a sorsunkat, mivel a Dajka Betty ugye a múlt héten megsérült és nem bevethető. Valamint a mérkőzés nagy részében domináltak a kapusok. Az első félidőben a kialakított helyzeteinket elpuskáztuk, és utána az első 8-10 percben lett volna lehetőségünk egy 2-3 gólos előny megszerzésére, nem tudtunk élni vele, Sipeki ebben a periódusban jó védett. És ebből az lett, amit vártunk. A második fél időben hatékonyabban játszott a Habankova jobblövőben, illetve Tamara irányítóban is jobban szervezte a játékot, talán egy fokozattal gyorsabban játszottunk, mint az első fél időben, de még messze nem abban a sebességben, amit kell játszanunk ahhoz, hogy megnyerjünk mérkőzéseket. Örülünk természetesen a mai győzelemnek, első mérkőzés mindig nehéz, elvárás természetesen a győzelem magunkkal szemben, illetve a nézőktől, szurkolóktól, mindenkitől, hogy győzzünk. Ez azért érződött egy picit a csapaton, bízom benne, hogy elengedjük magunkat, a görcsösségünket, illetve az, hogy lesznek további opcióink, amivel frissíteni tudjuk majd a csapatot. Fontos szituációban rontottunk zicsereket, amik így a végjátékot kicsit simábbá tették a hazaiak számára. Ez nagyon bosszantó volt, de remélem tudunk a későbbiekben ezen javítani, és azon leszünk, hogy ezen javítsunk, és hogyha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk hasonló csapatok ellen, akkor ilyen szituációban felül tudjunk kerekedni rajtuk. Nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl. Én azt éreztem személy szerint így a csapaton, hogy nagyon görcsösen kezdtük, ugye ez látszódott a rontott zicserekbe is, illetve védekezésbe, a felkészült dolgokban nem mindenhol tudtunk úgy helytállni, ahogy szerettünk volna. De nagyon örülök, hogy döntő pillanatokban a második fél időben belőttük az zicsereinket, meg a helyzeteinket, illetve hogy szépen összeállt a védekezés előttem, úgyhogy hát gratulálok az ellenfélnek, nagyon kemény meccsre kényszerítettek minket, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni a végét. Megnyerte a 7. Gyuras és István emléktornát a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az elődöntőben a Veszprém, a döntőben pedig a házigazda budapesti Honvéd csapatát múlták felül. A Honvéd a Gyurasics István emléktornát rendezte meg, és Gyurasics István beceneve ugye a Turpi. Nekem egy picit mást is jelent, hiszen ő volt a honvédos szakosztályigazgatóm, és éppen ezért nagyon közel állt hozzám. Ennek kapcsán is örömmel ugrottunk be, hiszen az eredeti tervek szerint lett volna egy szerb csapat, a Veszprém, illetve egy olasz csapat. Az olasz csapat visszalépése miatt kerülhettünk mi képbe.
De mint ahogyan 92-ben a beugró dánok megnyerték a futball Európa-bajnokságot, mi megnyertük ezt a tornát, és nagyon örülök annak, hogy ilyen játékot tudtunk mutatni, bár természetesen azért nem kell túldimenzionálni, hiszen ezek felkészülési edzőmérkőzések, de azért mindig jobb győzni, mint veszíteni. Az elmúlt év Hepkupa győztese Veszprém ellen játszottuk az első meccset, maga biztos győzelemmel zárult a mérkőzés. Milyen volt ez a találkozó, bár, mint mondtad, ilyenkor elsősorban nem az eredmény, hanem a mutatott játék a lényeg? Igen, mindenféleképpen azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk azzal a mérkőzéssel, megvalósítottunk sok mindent abból, amit szerettünk volna változtatni ebben az évben a csapatjátékán. Viszont azt hiszem, hogy a felkészülésünkben mi egy picit előrébb tartunk, mint a Veszprém, ez is eredményezhette ezt az arányú győzelmet. Ahogyan korábban említettem, nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de azért a Veszprém egy erős csapat, és tudjuk, hogy tavaly a bajnokságban hogyan szerepelt. Ennek tükrében azért úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy kicsit tiszteletet parancsol azért az, ahogyan játszottunk a hétvégén. A házigazda Honvéd átalakulóban van, de azért gondolom hazai pályán mindenképp szerettek volna győzni, ellenük is sikerült nyerni. Ezen a mérkőzésen tudtuk legjobban megvalósítani azt az elképzelést, amit mi szeretnénk ebben az évben kialakítani. Úgy gondolom, hogy a csapat fegyelmezett volt végig, és nagyon szépen küzdött, és az erőlétben is azt hiszem, hogy felül tudtuk múlni a Honvédot. Hogy mozogtak az új szerzemények, hiszen nekik még azért minden meccsen egy picit bizonyítani kell. Ez így van, de a többieknek is bizonyítani kell. A sportban az a jó, hogy az elmúlt mérkőzés az mindig már történelem, de alapvetően elégedettek lehetünk az új játékosokkal. Szobi Dani ugye egy idősebb, tapasztalt játékos, nem volt kérdés szerintem, hogy mennyi idő alatt illeszkedik be a csapatunk szerkezetébe. Andris pedig szép lassan egyre följebb jön és egyre rutinosabb lesz, vagy egyre több tapasztalatot szerez. Neki kell az, hogy mérkőzéseket játszon, hiszen az elmúlt évben Amerikában volt, ahol nem a legnagyobb hangsúly az ő játékára irányult. Olivier pedig szép lassan kezdi fölvenni a ritmusunkat. Ő a tavalyi évben sérült volt, egy kicsit nehezebb lesz visszatérnie, de természetesen szépen dolgozik, és ott lesz majd a csapatunkban. Következő edzőmeccs. Következő edzőmeccset pénteken szeretnénk játszani Salgótarjánban. A Salgótarján ugye tavaly fölkerült a zöld csoportból, második helyen jöttek föl a Baja mögött, de azt hiszem, hogy Salgótarjánban mindig szerették a kosárlabdát, és sokan emlékszünk arra, hogy milyen csapatok voltak ott. Szerintem ez a csapat is egy nagyon szépen fejlődő csapat. Örülnék annak, hogyha tudnánk folytatni azt a sorozatot, amit elkezdtünk az elmúlt időszakban. Korábban arról volt szó, hogy néhány edzőmeccse szükség van az, hogy kiderüljön, milyen posztra kell légül szerződtetni. Tisztult a kép? Persze, hogy tisztult a kép. El is kezdtünk nézelődni légiósok után. Viszont anyagi megfontolásból szeretnénk minél később hozni ezt a légióst, majd meglátjuk, hogy mikor kerül hozzánk. Majd Siska Jani edző elmondja pontosan, hogy milyen posztra, de meglátjuk még a következő mérkőzések alapján is. A Pest Erzsébeti SMTK csapata nyerte a balkányi nemzetközi birkózóversenyt az Eger és a Diósgyőr előtt. A 230 birkózót felvonultató mezőnyben a hazaiak 3 arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet szereztek. Hála Jóistennek egyre nagyobb respektje van ennek a versenynek a hazai birkózásban is, és külföldi barátaink pedig hála Jóistennek mindig meglátogatnak minket. Csak külföldről hívunk meg csapatokat, az összes többi csapatnak ki van küldve, tehát Magyarországra ki van küldve minden csapatnak a versenykírás, és ők döntik el, hogy eljönnek vagy nem. És egyre többen látogatják már. Most Budapestről 7 egyesület van itt ebben az évben. 5 korosztály van, és gyakorlatilag mi is 5 korosztályt versenyeztetünk meg, 3 korosztályt, 4 korosztály teljes súlycsoporttal, illetve a helyi gyerekeknek a súlycsoportját, tehát juniorban és kadettben szoktuk még meghirdetni. Nyilván az, hogy hogyan lépnek a szőnyegre a testsúlytól függ, de mondjuk korosztályban hogy kell őket elkészíteni, kik a legidősebbek, kik a legfiatalabbak, és a fiúk mellett lányok vannak-e öröknél, hiszen itt láttam, hogy azért lányok is szőnyegre léptek. Egyetlen egy lány birkózón volt, még ő ezüstérmet szerzett Magyar Bajnokságon, és most a szabadfogásban, és erdőlőkorig a lányok elindulhatnak a fiúkkal. És ezért van ez a vegyes birkózás, erdülő fölött már természetesen csak koldok által lehet. Mióta birkózol, mennyien vagytok itt a csapatban, Balkányban, és milyen sűrű jártok versenyekre? 9 éve birkózom, a csapatban
15-20 körül van a létszám általában, és szinte heti rendszerességgel járunk versenyekre. Elmúlt években az országos és a diákolimpiákról rendszeresen hozom az érmeket. A csúcs az egy országos bajnoki cím volt. Mennyire számít nívós versenynek, hiszen mégiscsak egy nemzetközi tornáról beszélünk? Az utánpótlás versenyek közül ez az egyik legnagyobb, amin részt veszünk az évben. Több pesti csapat és külföldi csapat is részt vesz, így nagy színvonalon. Mik a célok, mik a tervek, meddig szeretnél birkózni, és mik a távlati célok, meddig szeretnél eljutni a sportágon belül? Amíg csak tudok, addig szeretnék birkózni, és a legnagyobb célom, hogy világbajnokságot és olimpiát is nyerjem. Mennyien vannak, és előző években milyen eredményeket értek vissza Székelyudvar? Helyi, székelyudvarhelyi gyerekek 6 vannak itt jelen ezen a versenyen. Székelyudvarhely környékéről Koron szintén együtt dolgozunk. Ők 7 jöttek ide erre a versenyre. Marosvásárhelyről meg 2 gyerek jött erre a versenyre. Jó eredményekkel szoktunk távozni. Van benne első, második, kiesett gyerek, de jó. Miért látják fontosnak, hogy mondjuk ide Magyarországra is eljöjjenek versenyekre képviseltetni a csapatot? Elsősorban baráti kapcsolat, ez ami nagyon fontos, hogy részt veszünk ezeken a versenyeken. Több itt a verseny, mint nálunk Székelyföldön, Romániában, és mindig, tehát ilyen 3-4 versenyen részt veszünk Magyarországon. Ez jó, fejleszti a gyerekeket. Fejlesz minket is baráti kapcsolatokban többnyire. A szerb Zitko Basket Belgrád csapata nyerte az 5-ös kupa nemzetközi U16-os fiú kosárlabda tornát. A második helyen a szolnoki, a harmadikon pedig a Debreceni Akadémia csapata végzett. Minden idők egyik legszínvonalasabb tornáját sikerült megrendeznünk. Rendkívül erős mezőny fogadta el a meghívásunkat. Mondhatom azt, hogy a kelet-magyarországi, illetve a budapesti honvéddal kiegészülve 5 kosárlabda akadémia csapata képviseltette magát. A Svitiek is most egy rendkívül erős csapattal érkeztek, és a tornát megnyerő belgrádi csapat is azt mondom, hogy olyan játékerőt képviselt, akár a magyar bajnokságot is megnyerték volna, illetve a legszorosabb mérkőzésüket a Debreceni Akadémia ellen játszották, azt is megnyerték közel 25-30 ponttal. Milyen elvárásokkal lépett pályára a rendező hazai csapat, és mi valósult meg abból, amit kértél a srácoktól? Leginkább azért hívtunk ilyen erős ellenfeleket, hogy saját játékosaink a saját bőrükön érezzék, hogy mi az az elit szint, ahova esetleg el lehet jutni. Ugye a tavalyi év tavaszi lebonyolításában a regionális bajnokságban játszottunk, 12-ből 12 mérkőzést nyertünk meg, és én meg akartam, illetve az egyesületünk vezetői meg akartuk a játékosoknak mutatni, hogy hova lehet fejlődni, vagy hova kellene nekünk eljutni. Az első 2 mérkőzésen azt mondom, hogy nagyon rosszul érték meg ezt a srácok, sokkal agresszívabb, sokkal keményebb, fizikálisan képzettebb ellenfelekkel találkoztak. Voltak periódusok, amikor nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, volt olyan periódus, amikor kevésbé. A harmadik mérkőzést, amit a Nyíregyházi Akadémia ellen játszottunk, azt már úgy értékelem, hogy a számunkra egy rendkívül hasznos és nagyon jó mérkőzés volt. Hogyan alakult a végeredmény? Első lett a belgrádi csapat, ahogy korábban említettem, második lett a Szolnoki Sportiskola Kosárlabda Akadémia csapata, harmadik a Debreceni Akadémia, negyedik helyen végzett a Svit csapata, ötödik lett a Kecskemét, hatodik a Honvéd, hetedik a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémia, és rendezőként az NKK 5-ös lett a 8. 16 éves srácokról van szó, említetted, hogy tapasztalták, hogy hová lehet eljutni, mi az, amiben leginkább fejlődni kell, nem csak az NKK 5-ös, hanem úgy akár ebben a korban. Ha tömören akarom megválaszolni, akkor azt mondom, hogy mindenben. Ugye mi egy iskolára épülő kosárlabda csapat vagyunk, ezek a legények 3 osztályból lettek úgymond toborozva és kiválasztva. Látták azt, hogy az akadémiákon szereplő játékosokhoz képest, tehát testalkat, ami valamilyen szinten ugye egy adottság, hogy ki lesz magas és ki lesz esetleg alacsonyabb. Fizikális képességek tekintetében sokkal nagyobb izomtömeggel kell rendelkezni, magyarul erősíteni kell nekik sokkal többet, sokkal dinamikusabbnak, gyorsabbnak kell lenni, tehát a gyorsaságukat kell fejleszteni, illetve technikai és taktikai képzettséggel is, ben is van lemaradásunk, de én úgy gondolom, hogy a torna tapasztalatai fölhasználva, és a játékosok ígéretet tettek arra, hogy valóban úgy fognak dolgozni, ahogy azt mi elvárjuk, biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül nagy fejlődés tapasztalható.
edzés számon lehet-e növelni, vagy egyáltalán belefér az időbe az, hogy a jelenleginél többet edzetek? Mi heti 5 alkalommal edzünk, heti 5-ször másfél óra. Ennyi fér bele úgymond a gyerekeknek a tanulmányi munkákba is, hogy meg tudják állni a helyüket. Ugye mindenki tudja, hogy évek óta egyre több és több ugye a tanulmányi elvárás a játékosok felé. És a másfél órás edzést hetente 5-ször úgy próbáljuk meg egy kicsit kitolni, és úgy próbálunk többet adni a játékosoknak, hogy amikor szombat délelőtt nincsen bajnoki forduló, és a teremben nincs semmilyen egyéb jellegű rendezvény, akkor Bráne Szavics kollégámmal úgynevezett egyéni képzést adunk a kiválasztott játékosoknak. Indul a bajnokság most már a korosztályos csapatok számára, és milyen sorozatban, milyen reményekkel indul az NKK 5-ös? Fölkérést kaptunk a szövetség részéről, hogy a 32-es főtáblán induljunk. 108 csapat nevezett ugye a bajnokságba. Én úgy gondolom, hogy a mi egyesületünk életében ez egy mérföldkő, hogy a legjobb 32 közé kerültünk. Ez köszönhető annak, hogy tavaly és tavaly előtt a regionális bajnokok tornáját megnyerte mind a 2004-es, mind a 2005-ös születésű csapatunk. Hétvégén játsszuk hazai pályán szombaton és vasárnap az első selejtező mérkőzéseket a Kaposvár, a Paksi Atomerőmű és a Kecskeméti Akadémia B csapata ellen. Győzelemmel rajtolt a Szuperligában a Nyíregyházi Tekeklub együttese, az NTK Győrben nyert 5-3-ra az új szerzeményes Téje Tamás sorsaiban. Az utolsó pillanatban sikerült a Stéjert Tomit megszerezni, mert tudva le, hogy a Salgó Tarján nem indult el a Szuperligába, tehát ő meg legfelsőbb osztályba szeretett volna játszani, tehát így elfogadta az ajánlatomat, és át is igazoltuk, rendben volt, és már úgy jött át az első mérkőzésre Győrbe, hogy reményei vannak, hát majdnem bejött neki, mert összesen egy fával kapott ki, tehát tényleg minimális egy bedőlés, egy akármi, tehát minimális egy fával kapott ki, úgyhogy szerintem nagy erőssége lesz a csapatunknak, úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy ha eljön minden mérkőzés, el tud jönni minden mérkőzésre, akkor vérmes reményeink vannak. Minek köszönheti az a győri győzelem? Nagyon egységes a csapat most jelen pillanatban, tehát látszott az eredményeken is, hogy tehát tényleg 5-60-tól 5-80-ig. Tehát tényleg nagyon szűk körbe sávba mozgott a csapat, és jók voltak a csapatfák is, és én szerintem picit lekezeltek bennünket. Tehát gondolták, hogy most kerültünk vissza, vagy most jutottunk fel, hát ők meg nekiek meg nagyon jó ment a felkészülésük, és úgy nem vettek annyira komolyan bennünket, és aztán kicsit meglepődtek. Mennyire biztató ez a nyitány a jövőt tekint, hiszen csapatfában is nagyon jól teljesített, főleg idegenben az együttes. Ez a győzelem akkora önbizalmat ad a csapatnak, hogy az elkövetkezendő hazai fordulókra, vagy idegenbeli fordulókra. Jó, most 3 olyan mérkőzésünk lesz, amin tehát tényleg fizikailag is nagyon nehéz még meglepetést is okozni, de az utána következő csapatokat bármikor, akár ott, akár itthol meg tudjuk verni. Tehát nekem az az érzésem, hogy nem lesznek gondjaink a bemaradással, hiába, hogy 4 csapat fog kiesni, de én szerintem mi nem leszünk össze. Szombaton az Zalaegerszeg érkezik a Nyíregyházi stadion Tekecsarnokába. Egy ilyen mérkőzés mire lehet használni, hiszen ahogy szó volt róla, itt azért torony magas esélyes a vendégcsapat. Ez a 3 mérkőzés most arra jó, hogy tényleg egységesebbé tegyük a csapatot, összekovácsolódjunk, és gyakoroljuk azokat az elemeket, amit tanulnak edzés közben is, meg amúgy is, úgyhogy ez a 3 mérkőzés arra lesz jó, hogy felkészüljünk a elkövetkezendő mérkőzésekre. Továbbra is Kovács Tibor irányításával készül a szezonra, a Sunshine Nyíkse. A csapatnál már nem számíthatnak Szávics Bráne játékára, visszatért viszont Horváth Bence és Olá Zoltán is tagja a keretnek. Az elmúlt évek is bizonyították, hogy jelentős változások vannak évről évre csapatunknál, de ami a legfontosabb, hogy a következő szezon is elkezdi csapatunk, és hosszabb távú céljaink is vannak természetesen. Kérdésre válaszolva, nagy örömünkre, volt 2-3 fiatal játékosunk, akiket felvettek az egyetemre, és ők Debrecenben, illetve Budapesten folytatják tanulmányaikat, és így a távolság miatt sem tudják itt folytatni, nekik további sok sikert kívánunk. A legnagyobb változás az, és azt hiszem a megyei kosárlabdában nem kell bemutatni Bráne Szavicsot, aki hosszú éveken keresztül egy nyíregyházi sport életében jelentős szerepet játszott, 2 szezonban a mi csapatunkat erősítette,
Ezúton is nagy köszönet neki az eddigi és az elmúlt időszakban nyújtott segítségért és tevékenységért. A következő időszakban jelenállás szerint munkai elfoglaltságok miatt nem tud csapatunk rendelkezésére állni. Bízunk benne, hogy ha esetleg a későbben úgy alakul, esetlegesen a rájátszásban vagy a következő időszakban, amikor lehetősége lesz, még bekapcsolódhat. De rá igazából, még egyszer mondom, felnőtt játékosként már a munkahelyi lehetőségek nem teszik lehetővé. Fiatal játékosok is érkeztek hozzánk, illetve hát akik az elmúlt szezon előtt két éve is már itt játszottak, többek között Horváth Bence, aki bekapcsolódott ismét a munkába. Utánpótlás csapatból szeretnénk 2-3 játékos bekapcsolni az NB2-es csapat munkájába, illetve nagy örömmel és reménnyel fogadjuk Olá Zolit, aki jelenállás szerint marad a megyében, és a Blue Sharks után itt a csapatunkban fog dolgozni, és nekünk nagy erősítés lesz az ő tevékenysége. Hogyan néz ki a felkészülés programja? Alapvetően amatőr csapatról lévén szó, próbáljuk a játékosokat beépíteni a csapatba, próbálunk szervezkedni, hogy a létszámunk megfelelő legyen, és azokat az alapdolgokat, hogy a fizikai munkát már beépítve a csapat technikai, taktikai felkészülésébe, ezt a folyamatosságot próbáljuk követni, és bízunk benne, hogy a következő hét utáni héten, tehát egy olyan másfél hét múlva már el tudjuk kezdeni a felkészülési mérkőzéseket is. Mikor kezdődhet a bajnokság? Nem kaptunk pontos kiírást még. Az elmúlt szezon azt bizonyítja, hogy szeptember utolsó hétvégén már a HEP kupába kapcsolódunk be, és október első hétvégéje a bajnokság kezdete. Az elmúlt évben az MLS megyei igazgatóságán találkoztunk, most viszont megint itt vagy a kosár edzésen, minek köszönhető, hogy ismét szerelést húztál? Igazából annak köszönhető, hogy az elnök úr és az edző megkerestek, hogy mi lenne, hogyha újra csatlakoznék a kerethez. Boldogan mondtam rá igent, ugyanis hiányzott a játék, illetve egy hosszabb sérülés után, vagy hosszabb sérülésen vagyok túl, ezért is csatlakoztam a csapathoz. Milyen célokkal tértél vissza? Úgy gondolom, hogy a keretet tekintve reális esélyünk van arra, hogy a keleti csoportban jól szerepeljünk, aztán ha a 8 közé jutunk, ott meg már lehet bármi. Amikor a kék szerpáktól távolszal nem lehetett tudni, hogy hol folytatod a pályafutásod, hogy folytatod egyáltalán, most itt vagy a Szent Senyik sérén, mi döntött mellettük? A civil élet mellett döntöttem, de mellett ugye nem tudtam abba hagyni a kosárlabdát. Így megkerestek, így közös megalapodás révén összejött, hogy tudok itt maradni. Játékosként számítanak rád, vagy pedig edzőként is dolgozol majd a klubnál? Játékosként is, de besegítek, mint másodedző junioroknál is, úgyhogy 2-1-ben. Mi a motiváció, ugye ez gyakorlatilag már amatőr szín? Igen, amatőr szín, de ugyanakkor nem nézem le, és nem mondom azt, hogy honnan jöttem, segítek, amit tudok nekik, és így igazából ennyi. 4 korosztály számára is rendezett tornát az elmúlt két héten a Nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató szerint a meccsek jól szolgálták a csapatok felkészülését. Azért toltuk ilyen hosszúra ezt a tornát, mert az előző években meg kellett bupáztatnunk a gyerekeket, és ez nem igazán használt nekik. Kevesebb csapatot is hívtunk, pontosan ezért, hogy legyen idő más elfoglaltságra, és ne csak a kosárlabdája legyen a főszerem. Az igazság, hogy leginkább budapesti csapatok fogadták el a meghívásunkat, tehát ugye a román csapatok közül a Szatmárnémet volt az, aki vállalta azt, hogy el fog jönni. Ugye volt még egy debreceni és egy szolnoki csapat. Az igazság, hogy ilyen felemás volt, mert a serdülőink ugye azok egy teljesen új rendszerbe kezdtek el ebben az évben a kosárlabdázni. Nagyon sok volt a 2007-es, aki az előző évben még a gyerekbajnokságban pattogtatta a labdát, és hogy olyan feladatok elé kellett őket állítanunk, ugyan, mint az elzárás, vagy egy olyan csapda a szituáció, amivel ezzel eddig nem találkoztak. Ettől függetlenül egészen jól vették az akadályokat, tehát különösebben nagy gond és probléma nem volt vele. Volt ugye a szexuális csapat, aki azért kimagasztott a mezőnyből, tehát lényegesen magasabb szinten játszottam el ezt a játékot, mint amit a többiek. Ettől függetlenül én maximálisan elégedett voltam a serdülőinkkel, mert amit lehetett, megtettek. A juniorok azok egy egészen más stílusban játszottak, ugye abban a sorban nekünk per pillanat nincs centerünk. Ugye az egy másik kérdés, hogy játékos állományra is kicsikét kevesebben vagyunk, ezért föl kellett, hogy töltsük a kadettekkel ezt a korosztályt, ami ugye itt hirtelen nem jött túlzottan jól, mert ugye az egy más játékos is játszik a két társaság.
de én maximálisan meglepődtem ezen a társaságon, tehát egy olyan védekezést és egy olyan játékot produkált, ami igencsak jó színvonalú volt. Ezt a junior tornát valami oknál fogva, de sikerült is megnyernünk, tehát a többieket állva hagytuk minden tekintetben. Az amatőr NB1 az ugye érdekes volt, mert ugye ott viszont a juniorokkal töltöttük föl az idősebbeket, tehát azért itt egyik korosztályba se állunk annyira fényesen, hogy csak egy komplet korosztályt tudjunk versenyeztetni. De nagyon jól szálltak be, tehát nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. Egyedül a szekszádi csapattal nem igazán bírtunk, akik ugye az egész belső letámadás és olyan kinti dobó százalékkal dobtak, amit itt szezon elején szerintem ez igencsak ritka. Egyedül a kadettjeink azok, akik komplet sorra tudtak fölállni, tehát velük volt talán a legkönnyebb, mert ugye az előző évben azért sokat játszottak így együtt, és talán ők voltak azok, akik a legegységesebben, legpontosabban kosárlabdáztak. Ott vannak még olyan dolgok, amiket javítanunk kell, tehát amely egyértelműen látszott itt a mérkőzéseken, de nagyon biztató jelei is voltak. Én úgy gondolom, hogy ez a hét az maximálisan jól szolgálta a felkészülést a következő bajnoki idényre. Ugye mi itt a hétvégén már egy selejtezőt fogunk játszani a juniorokkal. A felnőtt csapat az amatőr NB1-ben saját döntés alapján a zöld csoportban kezdi majd a bajnokságot. Mennyire lesz ismerős vagy ismeretlen ez a mezőny, és mi az elvárás az előttünk álló szezonban a csapattal szemben? Nagyon sokáig gondolkodtunk rajta, hogy milyen döntést hozzunk meg, és az elsősorban a gyerekek érdekében hoztuk meg ezt a döntést. Tehát ugye mindenféleképpen azon voltunk még az év végén, hogy maradjunk benne a piros csoportban, mert maradjunk bent, és hogy mi dönthessük el azt, hogy ott kívánunk-e tovább játszani, vagy inkább választjuk azt, hogy itt sok jó mérkőzést tudunk játszani, és ugye érettségizős gyerekeink vannak, azért ezt nem kell elfelejteni, tehát ugye azért nekik ez komoly erőpróba lesz az év. Ugye a kadettekre nem lehet nagyobb terhet rátenni, mert ugye nekik a saját bajnokságot kell játszani, utána valószínűleg ki kell egészíteni a junior csapatot, tehát azt nem szabad megtennünk, hogy ők még inkább terheltek legyenek. A mezőny az természetesen ismert, mert ameddig nem szedték szét ezt a csoportot úgy, hogy piros és zöld csoport, addig nagyon sok csapat ellen mi játszottunk mérkőzéseket. Tehát ugye a Szeged van ebben a csoportban, akivel ugye éveken keresztül igencsak kemény és izgalmas mérkőzéseket vívtunk, de ugye ebben a csoportban van a Baja. A TF ugyanebben a csoportban fog most lekerülni, ugye, hogy az A csapata fölkerült az NB1-ába, de ugye azok a gyerekek, akik azt a munkát nem vállaltak, azok most ugyanígy a zöldbe fognak játszani, de ugyanígy itt maradt velünk a Diósgyőr, tehát Kisnenke, Mavsz, akik ellen ugye régebben is játszottunk, de ugyanígy itt van egy Nagy Kanizsa, itt van egy Szombathely, tehát ezek a csapatok azok, akikkel régebben is játszottunk, most viszont a saját kérésünkre fogunk ellenük játszani. Reménykedem benne, hogy itt az első harmadában fogunk tudni végezni ennek a mezőnynek, és reméljük, hogyha úgy jönnek össze a dolgok, és nem lesz sérülésünk, akkor talán még a dobogóra is föl lehet állni majd ezzel a csapattal. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!